Tudod mit, Kata? Gyere el hozzánk. Jóska, ennek semmi értelme nincs. Dehogy nincs. Meglátod a családomat, a gyerekeket. Elgondolkozhatsz. Nem megyek. Miért félsz? Nem félek, csak őrültségnek tartom. És amit te akarsz, az nem őrültség? Gyere csak. Szervusz. Azt hiszem, meséltem róla neked, kolléganőm, a gyárból. Kata vagyok, Csentesné. Szervusz. Szervusz. Foglalj helyet. Kávét? Igen, kérek, köszönöm szépen. Az urad mit csinál? Asztalos. A gyárban van ő is? Ott. Gyerek? Két fiam van, egy 15 éves, meg egy 11. Én is mindig szerettem volna dolgozni, de Jóska nem engedett. Így itthon maradtam a gyerekekkel. Én mindig dolgoztam, de nem biztos, hogy jobb. A gyerek legalább olyan fontos munka, mint más. Igen. De a gyerekek már nagyok. Unatkozom. Nem járunk soha emberek közé. Tényleg elég nagyok már. Elmehetnél dolgozni mellettük. Szakmád van? Nincs. Egy év alatt betanulhatsz, ha van kedved hozzá. 2200-at megkereshetsz egy hónapban. Most van felvétel nálunk a gyárban, ugye, Jóska? Én szeretem, ha itthon van. Van itthon munka elég. Igaz, van itthon munka elég. Késő van, mennem kell, várnak. Viszontlátásra. Kikísérem. Nem, köszönöm szépen. Vacsorázzon csak nyugodtan. Majd Erzséke kikísér.